Ez a Kemény Zsigmond Társaságnak a februári összejövetele. Az összejövetel ez egy ilyen online összejövetel, hogy ez ma divatos. És nagy tisztelettel üdvözlöm Szili Katalin elnökasszonyt, aki már másodszorra vendége a Kemény Zsigmond Társaságnak. Nyilván ismerjük a tevékenységének a lényegét és a legújabb eredményeit, véleményeit. Persze minket ugye a kisebbségi helyzet az különösen érzékenyen érint, érdekel, és e körül szeretném, hogyha beszélgetést folytathatnánk. Megkérdezhetném elnök asszony, hogy mondjon nekünk egy-két percet az életének a legfontosabb eseményeiről. Most ugye tudjuk azt, hogy szinte ugye köztársasági elnök, tehát, ha jól emlékszem, 3 szavazaton múlott, vagy 4 szavazaton, már nem tudom, ez igen, 3. Igen. Mondaná egy néhány szót tehát nekünk az életéről. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni a társaságnak is külön Csiki Boldizsár úrnak a meghívást erre az online beszélgetésre. Bár legutóbb, amikor találkoztunk, akkor személyes beszélgetés és találkozás varázsa is megvolt. Nyilván azóta sok minden történt az életünkben. Többek között volt ez a, illetőleg még van is ez a járvány, amire azt hiszem, hogy a világban senki nem számított, hogy még egy ilyen dologgal is szembe kell néznünk. Azóta, az utolsó találkozónk óta azért a migráció kérdése is eléggé a közelünkbe került. És ha már az volt az első kérdés, hogy magamról mondjak néhány szót, valóban 2005-ben köztársasági elnök jelölt voltam, 3 szavazaton múlt akkor a választás, illetőleg az én sikerem. Nyilván azért ebben az is benne volt, hogy a Szabad Demokraták Szövetség, az akkori koalíciós partner, az nem volt hajlandó szavazni, illetőleg még azokat is meg akarta büntetni, akik rám szavaznak. Úgy látszik, hogy a népi nemzeti elkötelezettség az nem volt fontos akkor sem, bár 2004. december 5-e után más nem hiszem, hogy várhattunk volna az akkori kormánykoalíciótól. 2015 óta parlamenti képviselőségemet követően Orbán Viktor miniszterelnök úr kért fel Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr javaslatára miniszterelnöki megbízottként az autonómia ügyekkel foglalkozó, és nyilván ez alapján a nemzetpolitikai kérdésekkel is foglalkozó miniszterelnöki megbízott legyek, amit én bevallom, hogy szívesen vállaltam, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy a házelnökségemet követően, illetőleg a leköszönő beszédemben a befejező mondatom úgy szólt, hogy mindig a nemzetemet fogom szolgálni, én azt hiszem, hogy egy teljesen természetes dolog, az embernek feladata van, akkor annak eleget tesz, és ez egy olyan kérdés, ami véleményem szerint nem szabad, hogy pártpolitikai kérdés legyen, hanem egyszerűen föl kell, hogy tudjunk sorakozni közösen és együttesen olyan kérdések mellett, ami egyrészt ennek a 2004-es traumának a meghaladását jelenti, és ezért is volt fontos számomra 2010-ben az az intézkedés sorozat, ami kormányváltást követően jogszabályokban öltött testet, gondolok itt arra, ami az állampolgárság megadását jelentette, a nemzeti összetartozásról szóló tanúságtételt jelentette, vagy akár a választójogot, a határon kívülieknek választójog megadását, aki ezzel élni akar, élhessen, ezt lehetővé tette, és sorolhatnám tovább, hiszen azért született közben egy alaptörvényünk is 2011-ben, ami 12-től hatályban van, ami, és azért itt arra szeretnék külön kitérni, hogy egy egészen más megfogalmazást tartalmaz, mint az előző alkotmányunk. Azt mondja, hogy Magyarország felelősséget visel a határon kívül élő magyarokért,
És ez egy óriási különbség ahhoz képest, hogy az előző alkotmány az úgy szólt, hogy felelősséget érez. Nyilván érezni valamit az egy teljesen szubjektív dolog, főleg ha az ember az őszinte érzéseiről nem is beszél. Ugyanakkor a felelősséget visel kérdésében benne van a napi operativitás, aktivitás, az, hogy ténylegesen támogatja, segíti a határon túlélő magyarságot. És akkor 2015-öt követően még az életemben annyi változás történt, hogy a tavalyi évtől a Pécsi Tudományegyetem kuratóriumának is tagja vagyok, és az örömmel tört el, hogy a Pécsi Egyetem különböző karainak vannak kinyújtott csápjai Erdélyben. Gondolok itt például a művészeti kar Sepsiszentgyörgyi munkálkodására, illetőleg kihelyezett részlegére, amit a szapienciával kötött, vagy gondolok itt például a székelyudvarhelyi ápolónő és védőnő képzésben, amit az egészségtudományi kar végez. Én remélem, hogy ezzel a tevékenységgel magam is sokat tudok azért tenni, hogy hallassuk hangunkat, hogy Brüsszel, Strasbourg is felsorakozom, mint az Európai Unió különböző, illetőleg az Európa Tanács különböző testületei, amögött, hogy valóban az európai őshonos nemzeti kisebbségekért tenni kell, szabályozásban is, és például a polgári kezdeményezések támogatásában. Minden esetre az alapelvem továbbra is az, ami volt, hogy a közösségeinknek kell határon túl eldönteni, hogy milyen irányba szeretnének menni, mit szeretnének. A mi feladatunk az, hogy ehhez mindenfajta segítséget számukra megadjunk. Szóval akkor jó helyen kérdezek bizonyos dolgokról. Mi ugye ezt alulnézetből látjuk, tehát egy picit szűkebbre szorított szemmel. Katalinnak rálátása van erről, és de én szeretném, hogyha mondjuk ezt mondjuk Európára, ne menjünk nagyon messze, Európára vonatkozó kisebbségi kérdésekkel foglalkoznánk. Ez tudott dolog, hogy ez mindig konfliktusok forrása volt, még világháborúkat is idézett elő ez a megoldatlan kisebbségi helyzeteknek a fenntartása, és sok minden van, ami a történelembe tartozik. Szerintem nem mindegy az, hogy egy kisebbség hogyan lett kisebbség, vagy mindig az volt, vagy azzá lett, hogy a történelme folyamán erőszakkal, vagy szerződésekkel, vagy szóval milyen módon jutott ebbe a helyzetbe. Ilyen szempontból azt hiszem, hogy két nagy csoport lenne. Vannak az elégedett kisebbségek, és vannak az elégedetlen kisebbségek. Most ez két oldali dolog. Ugye mit vár el a kisebbség az államhatalomtól, ugye a hegemon állami beavatkozásoktól, egyáltalán a bánásmódtól, és mit vár el az állam a kisebbségeitől. Tudom, hogy ez nagyon sok felé vezetne, és sok országnál mindig más és más szempontok vannak, de mégis próbálja meg azt, hogy ebből a szempontból talán Európára nézzen rá, és hogy néz ez ki. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és remélem, hogy fogok tudni 10 perc alatt válaszolni, mert ez egy elég szövevényes kérdés, és ahogy ön is említette, hogy a történelem folyamán nyilván az Európai Unió megalakulásától kezdve, aminek éppen február 7-én volt a 30. születésnapja, amikor az Unió maga ebben a formájában alakult meg abból a közösségből, amit előzőleg volt. És ugye az Európai Unió megálmodói azok alapvetően azt szerették volna túl azon, ami a személyek és a munkaerő áramlásának a biztonságát, az áruk szabad szállításának biztonságát lehetővé teszik, hogy legyen egy gazdasági közösség,
ugyanakkor egy területi, és én azt gondolom, hogy egy szociális társadalmi közösség is. Most a probléma az ott kezdődik, hogy az Európai Unió, mint közösség megmaradt a gazdasági szemléletnél, és egy elég sajátságos kettős mércét alkalmaz, például a kisebbségek tekintetében, ami 2015 óta talán még jobban látszik, mint megelőzőleg volt, hiszen amióta jelentős számban jönnek bevándorló közösségek Európába, azóta elég sajátságos, hiszen ön úgy említette, hogy vannak az elégedetlen és az elégedett közösségek. Én azt gondolom, hogy érdemes úgy is, és aszerint is különbséget tenni, hogy vannak az őshonos nemzeti kisebbségeink, és vannak a bevándorlók. És ezt azért említem alapvető tényezőként, mert elég sajátságos, hogyha az európai intézményrendszert és adminisztrációt tekintjük, akkor nagyon szívesen beszélnek a bevándorló közösségekről, a bevándorló kisebbségekről, azok befogadásáról, azok jogairól, ugyanakkor az őshonos nemzeti kisebbségek kérdéseit nem igazán tartják fontosnak, hogy ezt áttekintsék. És én ezt azért is mondom, mert elég sajátságos, hogy az Európai Unió lakosságának ma körülbelül a 10%-a őshonos nemzeti közösségek körébe tartozik, 5% pedig bevándorló kisebbség. És ha áttekintjük azokat az információkat, amivel akár csak a médián keresztül is rendelkezünk, jól láthatóan ez a migrációval Európába került közösségek sokkal inkább az európai intézményrendszer figyelme fókuszába kerülnek, mint a többiek. Sőt, adott esetben azt kell, hogy mondjam, hogy az őshonos nemzeti kisebbségeket, mint ahogy és az ő kérdéseiket, problémáikat, mintha próbálnák egyszerűen szimplifikálni, és mintha az nem is létezne. És ezt azért tartom fontosnak, mert én úgy látom, hogy vannak olyan közszereplők, közírók, akik azon, hogy őshonos nemzeti kisebbség, még a megfogalmazást is kigúnyolják, kinevetik, holott azt tudni kell, hogy a különbség pontosan az, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek a saját szülőföldjükön kerültek kisebbségi helyzetbe, önhibájukon kívül. És képzelje szerkesztő úrnak és Boldizsárnak is említem, hogy volt olyan amerikai politikus az elmúlt években, aki például azt kérdezte egy beszélgetés alkalmával, hogy hogy kerültek Erdélybe a magyarok. Szóval ebben az a probléma, hogy ilyen kérdés egyáltalán ma felmerülhet, és a hozzáállásban jól látható az, ahogy kezelik egyébként a polgári kezdeményezések kérdését, ahogy kezelik a javaslatokat, sőt, azt el kell, hogy mondjam a kedves nézők kedvéért is, hogy 2019. március 25-én, tehát lassan 3 esztendeje, mielőtt az európai parlamenti választások voltak, az utolsó ülései egyikén az Európai Parlament hozott egy döntést az afrikai származású emberek alapvető jogairól. Egy olyan hosszú határozatot alkotott meg, amely határozatban számukra például előírta, illetőleg lehetővé tette jogként a munkához való jutás, a lakhatás jogának a biztosítását, egyébként a fiataloknak a helyes történelemoktatást, tehát hogy helyesen ismerjék meg a történelmet. És amikor én ezt láttam, akkor pontosan azt fogalmaztam meg magamban, hogy nagyon sajátságos, hogy az európai gyarmattartó lelkiismeret úgy látszik, hogy föllázadt azokba az országokba, akiknek gyarmataik voltak, és próbálták a lelkiismeretüket azzal nyugtatni, hogy egy ilyen határozatot megalkossanak. Én nagyon örülnék, és el is készítettem egy javaslatot, ami ennek úgymond a parafrázisa, ami pontosan ebből az elvből fakadóan az őshonos nemzeti kisebbségekre vonatkozóan, az ő alapvető jogaikra vonatkozóan is hoz határozatot, mert én azt gondolom, hogy Európának nagyon fontos lenne, hogy ebben a kérdésben is, bármilyen kényelmetlen,
bármilyen nehéz, világosan kellene beszélnie. És ha megengedi Boldizsár, még hozzátennék ehhez két dolgot. Az egyik, hogy önmagában az a sajátságos, hogy ahogy elindult a két polgári kezdeményezés, ami az erdélyi magyarságot nagyon is érinti, részben az RMDSZ és a FUEN kezdeményezésére a Minority Safe Pact, amiben látható, hogy az Európai Bizottság egy olyan határozatot hozott, ami elfogadhatatlan, ami eltolja magától ennek a kérdésnek a vizsgálatát. Ugyanakkor a másik sikeres aláírásgyűjtés, ami a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére sikerre vitte az aláírásgyűjtés, hiszen 7 országból az 1 millió, több mint 1 millió aláírás megvan. Én azt gondolom, hogy jól látható, hogy mi igyekeztünk élni azzal a demokratikus intézményrendszerrel, amit egyébként maga a polgári kezdeményezés sugall és diktál, hogy minél közelebb hozza az uniót a polgárokhoz. Na most ilyen fölött úgy elmenni, ezen kérdések fölött, ahogy ezt az Európai Unió intézményrendszere teszi, hiszen amióta ezt az intézményrendszert bevezették 7-8 évvel ezelőtt, azóta 76 esetben indult aláírásgyűjtés, ebből 6 végződött úgy, hogy a 7 országból az 1 millió aláírás, tehát mind a két feltételnek megfelelt az aláírásgyűjtés. Megjegyzem, ebből a 7-ből 2 magyar és magyar kisebbségekre is vonatkozó kezdeményezés volt. Ami érdekes ebből, hogy ami már eléjük került a 7-ből ugye 6, összesen 4,5 volt olyan, vagy 5,5, amit elhajtott magától az Európai Bizottság. Beleértve, és akkor azért korrigáltam az 5,5-re, beleértve ebben már a Minority Safe Pact-et is, ami most az Európai Bíróság előtt van. Tehát ebből látszik, hogy egyszerűen szőnyeg alá söpri az adminisztráció ezt a kérdést, és a Minority Safe Pact-et annak ellenére utasította el, hogy az Európai Parlament több mint háromnegyeddel egyébként a polgári kezdeményezést támogatta, és ugyanezt tette előzőleg a bíróság is, és hát hozzáteszem a több mint 1 millió Európai Uniós polgárt, ami hát egy sajátságos, hogy ennek ellenére hoznak egy olyan döntést, amiben elutasítják a kezdeményezést. Úgyhogy nagyon sajátságos ebben az Európai Unió magatartása, holott, és akkor még arra utalni szeretnék, hogy a 90-es évek elején, hát körülbelül 30 évvel ezelőtt született, ugye az akkori európai és a délszláv háború idején az a kisebbségvédelmi keretegyezmény, és egy másik dokumentum is a nyelvi karta, ami ugyan egy soft law, tehát egy puha szabály. Ez azt jelenti, hogy elvileg kötelező, de nem kikényszeríthető a betartással. Most én azt gondolom, hogy ennyi év távlatából szükség lenne ezeknek a jogszabályoknak a módosítására, kötelezővé tételére oly módon, hogy kikényszeríthetőek is legyenek, és csak ez vihet oda, hogy ezeket a kérdéseket nem csak hogy asztalon tudjuk tartani, hanem a saját európai őshonos kisebbségi közösségeinket egyrészt meg tudjuk védeni, az önazonosságuk megőrzéshez, az identitás megőrzéshez minden eszközt biztosítani lehet, és hát nyilvánvaló, hogy meg kell, hogy feleljen több egyébként globális nemzetközi szabálynak is a folyamat. Úgyhogy én ezt is például nagyon fontosnak tartanám, hogy a polgári kezdeményezések mellett ezt is folyamatosan asztalon tartsuk, és ennek a módosítására tettünk is javaslatot, hiszen az elmúlt esztendőben Magyarország az Európa Tanács soros elnöke volt, fél évig, 2021. május 19-től november, vagy május 17-től november 19-ig. Ez alatt a kisebbségvédelem, és itt elsősorban a nemzeti kisebbségvédelem kérdésében 4 konferenciára is sor került, és született egy olyan dokumentum is, amit én
Nagyon remélem, hogy a folyamataiban tovább tudunk vinni. És ha már erről beszélek, akkor ha megengedi Boldizsár, még arról szeretnék beszélni, hogy ez a dokumentum egyébként Kalmár Ferenc külügyminisztériumi miniszteri biztos nagykövettel történt együttmunkálkodásomból fakadt, hiszen összeállítottunk 5 olyan alapelvet, amit véleményünk szerint, ha a kisebbségvédelmi keretegyezménybe alapelvként befoglalnak, vagy külön elfogadja az Európa Tanács és az Európai Unió, akkor a kereteit annak fogjuk tudni biztosítani, ami a nemzeti kisebbségvédelem alapjait vagy keretrendszerét jelenti. Ez az 5 alapelv egyrésztről annak az elismerése, hogy a nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy. A másik ilyen fontos alapelv, amit szeretnénk elfogadtatni, hogy a nemzeti kisebbségvédelem alapja az identitáshoz való, vagy az önazonossághoz való jog biztosítása. Ugyanígy harmadik ilyen alapelvünk, hogy minden ország legyen köteles az ott élő nemzeti kisebbségeket elismerni államalkotó tényezőnek. Egyébként erre szívesen visszatérek még, hiszen a körülöttünk lévő országok nagy része nem ismeri el. Mindösszesen Szerbia, Szlovénia és Magyarország ismeri el az alapszabályaiban. De ugyanígy, ugyanilyen alapelvnek gondoljuk azt is, hogy az állampolgárság nem szükségszerűen azonos a nemzeti hovatartozása. Tehát lehet valaki mondjuk ukrán, vagy volt szovjet, vagy csehszlovák, szlovák állampolgár, lehet, hogy ugyanazon az egy helyen lakott, de 5-ször változott az állampolgársága. Most ebből levezethető, hogy identitás nem tud 5-ször változtatni, tehát az identitás védelmének a joga, illetőleg a nemzeti hovatartozás és az állampolgárság elválasztása az különlegesen fontos mindannyiunk számára, hiszen csak és kizárólag ezzel lehet távlatosan biztosítani azt, hogy valaki a szülőföldjén teljes jogú állampolgárként éljen, és véletlenül se fordulhasson elő az, ami egyébként sok helyen előfordul, hogy nemzetbiztonsági tényezőként, vagy egyszerűen olyan kockázatnak veszik. Kockázatként, köszönöm szépen a segítséget, tehát hogy nemzetbiztonsági kockázatnak tekintsék egyszerűen a kisebbségeket, és nyilván ebbe bele tartozik az is, hogy legyen joguk, és ez az 5. alapelv, hogy az egyéni jogok mellett el kell ismerni a kollektív jogokat is, amire eddig még nem került sor. Elnézést, tudjon. Egy picit hosszabb voltam, igen. De ezt fontosnak tartottam összefoglalni. Ezek mind nagyon fontosak, így, ahogy ezt elmondta, hogy ugye a történelmből kéne tanulni. Tanultuk, hogy mi az a Pax Romana, ugye? Ha Rómában akarsz élni, úgy kell élned, mint a rómaiaknak. Tehát, hogyha hallgatsz, besimulsz, felveszed az uralkodó rendszernek a gesztusait mindenestől, akkor nagyszerű, akkor béke van, minden rendben van. Viszont az identitáshoz való jog, az egy általánosan elismert valami, nem csak itt közöttünk vetődik ez fel, hanem általában minden ideológiai irányzata a zászlajára tűzi ezt a szlogent. Aztán, hogy betartja, nem tartja. Itt nagy problémák alakulhatnak ki. A bevándorlást említette. Hát van joga annak a bevándorlásnak és keretében bejött bárkinek, bármilyen országból, hogy az identitását megváltoztassuk. Hát ugye egy olyan országból, ahol úgy neveli az ifjúságát a papjai, a tanárai, a sajtója, a mass média, hogy legalább egy zsinagógát fel kell robbantani, vagy legalább egy fehér embert meg kell ölni, vagy mert Allah akkor lesz ugye befogadó vele szembe, és ezek az erények. Ez az ő identitása. Így nevelték. Hát nincs elég szegény ember Európában, hogy azokkal pótolják a esetleges munkaerő hiányt.
ezek mindig olyan kérdések, amik ehhez szorosan hozzá kapcsolnak, de nincs rá válasz. Az identitásnak egy másik fontos aspektusa. Minden államnak van egy legisláció, egy törvénykezési módszer. Na most nem akarok messze menni, de és nem akarom a japánoktól az ájnókat számon kérni, vagy az ausztráloktól az aborigéneket, vagy ezeket, de itt a mi közösségeinkben is vannak olyan egyének, családok, közösségek, veheti nagyba vagy kicsibe, amelyeknek az identitása nem esik egybe az államnak a törvényeivel. Hát vegyek egy nagyon egyszerű példát. Egy cigány lányt 14 éves korában férhez adnak, a szülei elmennek, hogy írják be a jegyzők, illető polgármester hivatalban, és nem tudják beírni, mert nem tudom, 16, 17, 18 államoktól függő az, hogy hány éves koruktól ismerik el házasságnak azt. De hát milyen jogon kérjük ezt számon? Hogy van ez az identitás kérdése? Végül is a törvényekkel is szembe tud menni. Kényszeríthetjük? Nem kényszeríthetjük? Itt felvetődik az autonómiának a kérdése? Ez most már belső, milyen kulturális, területi? Tehát rengeteg zavaros kérdés van itt Európában, ami egyszerűen nem adnak választ. Mit mondjon Franciaország Korzikára például? És folytathatnám itten, csak nem akarom ezt úgy exponálni, hogy aztán ne lehessen válaszolni rá. Igen, ezek egyébként nagyon fontos és húsba vágó kérdések. Én egy picit, hogyha megengedi, Boldizsár, kérem, szétszálaznám a dolgokat. Nyilván hadd kezdjem akkor a végén, ami az autonómia kérdéskörét jelenti, hogy ebben a mi alapelvünk elsősorban az, hogy nyilván egy közösségnek kell eldönteni, hogy mit szeretne, és abban lehet segítkezni, de én nyilvánvalóan már az itt van mögöttem a székely zászló, akkor azért mindenki számára talán a legfontosabb kérdés az, hogy mi történik ebben, vagy mi történhet ezekben a kérdésekben a jövőben, hiszen 30 évvel vagyunk a rendszerváltozást követően, és azért a rendszerváltozáskor, ha most csak a magyar közösségeinket tekintem, volt mindenkiben egy remény, hogy a rendszerváltozás megoldja ezt a kérdést, akkor utána volt egy reményünk az Európai Unióhoz történő csatlakozásnál, hogy talán mivel Európában erre már vannak példák és vannak modellek, azzal együtt is, hogy nyilvánvaló minden egyes autonómia kérdése az egyedi, mert hogy attól az országtól függ, tehát a többségi társadalom és a nemzeti kisebbségi közösség között létrejött párbeszédnek az eredménye lehet. Én azt hiszem, hogy ez is az a kérdés, amiben jól látható, hogy ezt mindenki, talán fogalmazhatnék úgy, a Nyugat-Európában egy forró krumplinak tartja, és egyáltalán nem ismerik ezt a kérdést, annak ellenére azt arra tenni, hogy ugye van az ENSZ-nek azért 1960-as olyan határozata vagy nyilatkozata, amiben kifejti pontosan, hogy minden népnek lehetősége van, illetőleg még tovább megyek, joga van az önrendelkezéshez. Természetesen én azt hiszem, hogy ez lehet egy 21. század globális világában a kiinduló alap. Tehát ebből a szempontból itt a borzasztó az, hogy még mindig nem tudta 30 évet a rendszerváltozást követően sem egyetlen többségi társadalom levetkezni, sőt több mint 100 évvel a trianoni békediktátumot követően azt a félelmét, hogy itt bárki elszakadni kíván. Egyszerűen szó nincs róla, hanem abban a keretben, amit az Európai Unió gyönyörűen megfogalmaz a szubszidiaritás elve címén,
ebbe a keretben nyugodtan beilleszthető, hiszen a szubszidiaritás is maga azt jelenti, hogy ott, ahol a legtöbb információ rendelkezésre áll, ott helyben hozzák meg a döntéseiket. Tehát én azt hiszem, hogy erre egyfajta bizalomhiány, és visszatérek ugyanarra a nemzetbiztonsági kockázat kérdésére, tehát még mindig ez él a többségi társadalmakban. Jó lehet, ott még borzasztóbb a helyzet, ahol mondjuk a kettős állampolgárság sem megengedett, mint Ukrajnában vagy Szlovákiában. Tehát az az öt alapelv, amiről szóltam, ez nyilván erre is elkezdhetne meghozni egyfajta megoldás irányt, amiben egy lépéssel előrébb haladhatunk, és én nagyon remélem, hogy egyszer csak el fog arra jönni az idő, hogy nem azt gondolják a közösségeinkről, hogy bármilyen elszakadási törekvés, egy ilyet nem akar senki, hanem egyszerűen csak az, hogy az európai és a világban is egyébként deklarált, ahogy említettem, jogok alapján, egy közösség a maga kollektív jogai alapján dönthessen a saját sorsáról. Erről szól a szubszidiaritás, a decentralizáció, és sorolhatnám tovább. Tehát ebben a kérdésben én azt hiszem, hogy a keretek megvannak, egyszerűen a bizalmi tőkét kell tovább kovácsolni, hogy ebben egyáltalán egy nyelven próbáljunk megbeszélni. A másik kérdéskör, ami az identitás kérdéseit, és amire ön is utalt, hogy mi meddig engedhető, és ha már a franciákat hozta, Boldizsár, kérem példaként a legutóbbi alkalommal, amikor Strasbourgba jártam, elzásziakkal találkoztam, és egy 1.800.000-es elzászi közösség él ugye ott a Strasbourg környékén, a német-francia határon, és nagyon érdekes, hogy ott az egyik politikusuk elmesélte nekem, hogy az 1.800.000 elzásziból 900.000-en beszélik még a konkrétan az elzászi nyelvet, de azt is elmondta, hogy például nincs iskolájuk. És nyilvánvaló, és akkor itt azért szeretnék egy tételmondatot mondani, hogy ott, ahol a kollektív jogok nincsenek meg, ott az a folyamat, amit ugye integrációként szoktak mondani, hogy egy többségi társadalomban egy közösségnek integrálódnia kell, de könyörgöm, ha nincsenek meg a kollektív jogok, akkor ez az integráció, asszimilációt fog eredményezni. Viszont ez egy sajátságos dolog, hogy azok, akik ma, és akkor itt áttérnék a migrációs kérdésre, akik ma Európába keresik a jövőjüket és a megélhetésüket, azoknál az a sajátosság, hogy a mai európai társadalom kezdi föladni a maga pilléreit, ebben nyilván én belefoglalom azt, ami a keresztény kultúránkat, a görög filozófiát és a római jogot jelenti, ebből a keresztény kultúránkat kezdi feladni. Tehát aki idejön, nem ő próbál meg alkalmazkodni ehhez az európai kultúrához és közösséghez, hanem azt várja el, hogy az európai kultúrát gyakorlók alkalmazkodjanak hozzájuk, ami egy sajátságos, mert én azt hiszem, hogy a vendégjog, illetőleg aki ebbe a családba bejön, annak nyilván tiszteletbe kellene tartani ennek a nagy családnak a szokásait, az ő identitását. Tehát ebben véleményem szerint ez a neoliberális vagy álliberális csoport, amik most a Willkommen kultúrt bevezették, én azt hiszem, hogy nem számoltak azzal, hogy fog kinézni a jövő Európája. Ugye sokan már úgy fogalmaznak, hogy ha ezt így folytatjuk, akkor lehet, hogy 2050-2060-ra kalifátusok lesznek Európában, de hát ez nyilván ez egy nagyon apokaliptikus szcenáriót jelentene, és én ezért nagyon becsülöm a magyar kormányt, miniszterelnök urat azért, hogy felismerte azt, hogy nekünk
a magyar polgároknak az érdekeit kell képviselnünk, nekünk azt a biztonságot kell kialakítanunk, ami véleményünk szerint távlatosan is megőrzi a magyarságot a saját kultúrájában és identitásában. Szóval itt az a helyzet, hogy elindult a globális világban egy olyan irány, ami megpróbál mindent, de az égvilágon mindent feloldani, azokat a, és nem csak jogszabályi, hanem morális és etikai elvárásokat, ami általában ezeket a kérdéseket az elmúlt évtizedekben, évszázadokban övezte, egyszerűen felülírni. Ilyen kérdés számomra a gender kérdés is, ami egyszerűen ma már túlmegy minden határa. Hát én nem gondoltam azt, hogy ugye 2080-as évek, vagy bocsánat, 1980-as évek közepén volt a Brian Élete című film, amiben ugye volt az jelenet, amikor egy úr azt mondja, hogy szólítsanak Lorettának, és akkor mondják neki, hát de miért? Hát mert ő nő akar lenni, és szülni akar. De hát mondták, hogy te férfi vagy, te nem szülhetsz, miben szatyorba akarod kihordani? Szóval egyszerűen most már azt látom, hogy az emberiség ebben a hangsúlyozom globális feloldódó világban, mintha abban a jólétben, amit kialakított, és amiben a jól létről, tehát hogy vannak erkölcsi korlátok is, megfeledkezve egyszerűen, mintha nem tudná jó életében, hogy mit tegyen, és olyan dolgokkal foglalkozik, ami a természeti és egyáltalán megszokott törvényeinket felülírják. Hogyha már erről beszélem, akartam idáig elmenni, de azok a, na, hát a bevándorlás kérdését érintette most. Nyilvánvaló, hogy munkaerő az, amivel indokolják. Na most, hogyha, és nyilván politikai haszonszerzés is a háta megért, gondolom. De hát ezek nem ostoba emberek, mégiscsak ott vannak, hogy is mondjam, komoly politikusok, akik kéne lássák azt, hogyha egy nagyobb népcsoportot behoznak, egy homogén népcsoportot, azok nem őket fogják kiszolgálni, hanem a demokrácia jegyében fognak egy pártot alakítani, és előbb-utóbb olyan módon avatkoznak be az illető állam életébe, amit egy visszahozhatatlan és olyan változásokat okoz. Tehát ezt kell látni, az önvédelmi reflex, hogyha kialszik egy államvezetésben, az, mit mondjak, a római birodalom felbomlásához hasonlítsuk, vagy mi ez? Ez hát sokan már azt vizionálják, hogy ez olyan, mint a római birodalom bukása előtti időszak. De hát én azért... Ezt látják, hát kell látni ezt. Ezért nem találok erre semmiféle magyarázatot, hogy ez miért jó. Mert rövid távon semmi. Így van. Teljesen igazat adok, tehát ez sem rövid távon, sem hosszú távon nem nyújt Európának megoldást. Még azon a címen sem, és hogyha jól áttekintjük, hogy ma Európában a munkanélküliség mekkora, pontosan a technikai és technológiai változások okán, akkor én azt gondolom, hogy semmi nem magyarázza azt, hogy egyébként tömegeket kell hozzáteszem helyenként, illegálisan befogadni. És én most nem azokról a körökről beszélek, akik tényleg menekülnek. És az első ország, ahogy az első biztonságos országba éltek, és érnek, és megkeresik a lehetőséget arra, hogy saját biztonságukat megóvják. Ezzel én teljesen egyetértek, és hogyha ezt tenni kell, ezt meg is kell tenni. De én ne, mi nem, tehát és hangsúlyozom még egyszer, nem erről beszélek, hanem egyszerűen arról, hogy ma már az a trendi Európában, hogy mindegy, hogy ki mit mond, mit cselekszik, be kell fogadni bárkit, aki illegálisan jön, aki nincs papírja, hazudja a korát, mindenét. Tehát ez egyszerűen megengedhetetlen, ugyanúgy, ahogy nem hiszem, ha most próbálnánk bárhova mi bemenni, bármelyik határt átlépni illegálisan, akkor ezt megtehetnénk.
És hát azért én láttam mondjuk Amerikában, San Diego-ba is azt a kerítést, ami elválasztja Amerikát Mexikótól. Tehát az sem kicsi kerítés, és látható, hogy ott is ezekkel a kérdésekkel viaskodnak. Egyetértek azzal, akik azt mondják, hogy ott kell megoldani, ahol ezek a problémák felmerülnek, és nyilvánvaló, hogy a segítséget meg kell adni, de ott, és én ebben továbbra is vallom a szülőföldön boldogulás és élés lehetőségének a biztosítását. Szóval nekem, legalábbis nekem ez számomra nem, hogy megérthetetlen, hanem megérthetetlen. Az én az önvédelmi igen. reflexnek valahol a kialvását látom benne. Most, hát igen, ebben az is a probléma, bocsásson meg, Boldizsán, még egy mondatra, hogy azt látom, hogy még egyházi vezetőkből is kiveszett ez az önvédelmi erő, tehát én azt hiszem, hogy itt tényleg vissza kellene arra térni, ami egyáltalán ennek a nagy családnak, amit úgy hívunk, hogy európai család, aminek az sokszínűségére büszkék vagyunk, de én azt hiszem, hogy ezt az erényt, amit a Európa az elmúlt évszázadok alatt fölhalmozott, ezt nekünk igenis védeni és meg kellene őrizni. Említette ugye az ENSZ-nek azt a 60-as határozatát, deklarációját. Hát nézze, lehet, hogy ezt túlzásnak fogja tartani, de az első világháború után ugye Wilson elnöknek a jó voltából és javaslatából létrejött a Népszövetség, és ez direkt azon őrködött, hogy a kisebbségeknek a jogait tartsák tiszteletben. 1923-ban már 50 tagságnál is többen voltak benne. Aláírták simán, boldogan. Néhány év múlva kiléptek belőle azok, akik a legjobban érintettek voltak ebbe az ügybe. Japán kezdte, azt hiszem, vagy Németország. Egymás után léptek ki, senki nem ellenőrizte azt, hogy itt mi folyik. Ugye ismerjük a királyi Romániának a különféle intézkedéseit. Nem az az állam a hibás szerintem, aki ezeket nem respektálja úgy, ahogy le van írva, hanem az, aki ezt létrehozta, ezt a keretet, és nem ellenőrzi. Tehát semmiféle számonkérés nem történt. Most valahol ez az egész dolog, ami itt folyik, már kisebbségi ügyekben, ugye már nem ezóta a beszélgetésünknek a központi eleme. Lényege, így van. Talán ez ugye, ahogy sóhivatallá változott ez az egész Népszövetség, itt kezd ez az ENSZ is valahogy legalábbis ebben a megközelítésben, és ezen a területen valahogy eszköztelenné válni. Na most nyilván a Kemény Zsigmond Társaság egy kulturális egyesület, és mindig a szemem előtt vannak azok a történelmi időszakok, amikor például Erdélyt, vagy még Magyarországot, vagy más ilyen területeket, ahol konfliktuális csomópont volt, a kultúra tartotta meg, mert elvesztették a katonai, a gazdasági, a politikai hatalmukat, és megmaradt a kulturális jelenlét. Mondjuk inkább szellemi erő, mert ebbe beletartozik a vallás, a tudomány, művészet, meg minden egyéb. És csak ebben, hogy is mondjam, ennek a nevében kérdeztem mindezeket, mert úgy gondolom, hogy a kulturális jelenlét és a szellemi erő még mindig egy döntő faktor mondjuk egy kisebbségnek a túlélésében. És ezért mertem megkérdezni egy csomó ilyesmit, ami mind összefügg ezzel a dologgal, mert végül is, hogyha a szellemi erő átsegít bizonyos dolgokon, akkor jobban állunk, mint ahogy a sötét felhők felettünk gyülekeznek. Egyetért hát, azzal, hogy ez a kulturális erő, ez. Igen? Abszolút egyetértek, és én szeretném innen is köszönetemet kifejezni a különböző civil szervezeteknek, egyháznak is külön, hogy tulajdonképpen kicsit átfogalmazva Nagy Lászlói mondatot, átcipelte a túlsó partra a magyar közösségeinket,
mert én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos erősségünk, és ez kifejezetten a civil közösségeinknek, egyházaknak köszönhető. Úgyhogy ez a jövőben is azt hiszem a megtartásunkban a legtöbb lehetőséget rejti, ezért köszönet a Kemény Zsigmond társaságnak is, minden tagjának, vezetőinek azért a misszióért, amit ellát. És különösen most egy ilyen időben, és akkor engedje meg, Boldizsa, itt a beszélgetésünk végén hadd szóljak még arról, hogy most 2022 az a cselekvő nemzeti éve, ahogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság ezt megfogalmazta, és túl azon, hogy ugye április 24-én lesz az aranybullánk 800 esztendős, ami szerintem egy jó lehetőség is, hogy felmutassuk Európának, hogy hát azért a mi demokrácia felfogásunk azért sokkal mélyebben gyökeredzik, mint bárki Európában. És azért is fontos, mert ez az esztendő, ugye az az esztendő, amikor Romániában is népszámlálás zajlik, amikor azért nem mindegy, hogy a magyarság hogyan látszik és milyen módon mutatja fel magát ezen a tavaszon, hiszen ez március közepén elkezdődik, de ugyanígy nyilván ehhez az áprilisi magyarországi parlamenti választás is fontos, amikor a magyar állampolgároknak, akinek nincs Magyarországon lakóhelye, annak is lehetősége van, hogy listán szavazzon, és fontos megőrizni azt a közösséget, amelyeknek van egy nagyon fontos értékvállalása. Ez pedig az, hogy ezt a nemzetet megtartsuk, a nemzeten belüli konszenzust bizonyos alapkérdésekben ki tudjuk alakítani, gondolok itt akár az állampolgárság, a választójog, az autonómia igény kérdéskörére, és külön arra, ami visszatérve az, ami az önazonosságunk megjelenítését és megőrzését jelenti, ez pedig tényleg a kultúránk, amiben nyilván benne van a magyar nyelv is, a hagyományaink, építészetünk, történelmünk valamennyie, és az ad számunkra lehetőséget, hogy mi valóban egy tartásos nemzet legyünk, és legyünk büszkék nem csak arra, hogy magyarok vagyunk, hanem arra is, hogy össze tudunk fogni, és még a vitáink és a különbözőségeink ellenére is vannak olyan alappillérek, amiket együttesen, közösen képviselni tudunk. És számunkra a demokrácia, számunkra az nem csak egy elv, amit kipipálunk, hanem annak a tiszteletben tartása is. Ha másik másként lát valamit, vagy másként akar eljutni ugyanahoz a kérdéshez, ezt ugye azt szokták mondani, hogy az intelligencia mérőfoka az alkalmazkodó képesség. Én azt hiszem, hogy a mi intelligenciánkat és ennek a nemzetnek a tartásosságát pont ez a kikezdhetetlen kultúrája adja. Úgyhogy én ezért köszönetemet fejezem ki mindenkinek, és önöknek, a társaságnak is külön. Most van még egy anekdotikus valami, ami nem válasz, de azért elmondom. Egy nagyon jó barátunk, egy református pap, aki sokszor ül börtönbe, lehet a nevét ismeri, Varga Lászlónak hívják, elmondta nekem azt, hogy egy török pappal, egy imámmal zárták egyszer be, hosszabb ideig egy cellába, és ez megkérdezte tőle, hogy magyarázd meg nekem, hogy miért kellett útját álljátok a Nagy Szolimán hadseregének, miért öltük itten egymás, félig meddig távoli rokonok, ugye ők úgy tartották a törökök ezt a dolgot. Mi nem titeket akartunk, mi tovább akartunk menni. Hát miért álltatok ottan? És látjátok azt például, hogy a kőszegi várnak a falán, illetve a boltívén ott mi van felírva. És Katalin biztos tudja, ugye ezt nem akarom, igen, mondjam el,
nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, Nem, nem, hanem a nem, nem. könyörű. Nem arra? Én Mert azaz grafit. arra gondolok, hogy évszázadokig védtük a nyugatot, talán oszmánnak, vagy nem tudom, minek nevezik, Igen. invázió ellen, és a nyugat ezért a trianonnal fizetett. Ez van oda Fizetett. kerülve. Miért kellett Igen. egymást lőjük? Miért nem adtatok egy utat, parancsoljatok, menjetek, merre akartok menni. Most itt áll a déli határaival Magyarország, útját állja ennek az inváziónak, állandó kritikák érik ezért. Miért nem kérdezi meg azt, hogy hányat, hova akarjátok? Szívesen megszervezzük busszal, vonattal, mondjátok mennyit, oda küldjük, ahova akarjátok. Miért? Vagy ezt még tartogatja a magyar politika, hogy ezt még felhasználja ezt a kérdést, vagy hogy Hát van ez? én azt gondolom, hogy nyilván azért van egy társadalmi felelősségvállalás, ami az európai társadalmak irányába is hat. Hozzáteszem, megérdemelni nyilván ez az Európa, ami nekünk a Trianonnal fizetett. Én azért bízom benne, hogy előbb-utóbb az európai politika is a józanságát fogja elővenni. Az már azért látszik néhány helyen, hogy minket szerintem Magyarországot pontosan azért ültettek mindig a vádlottak padjára, mert nehéz elviselni, hogy a magyar kormánynak ebben a kérdésben igaza volt. Lejárt az időnk sajnos, most már engedje meg, Köszönöm szépen! hogy megköszönjem, és nagy megtisztelés volt ugye a társaság számára, hogy a kérdéseinkre válaszolt. Ezek, nem tudom, nem egy politikus tette fel ezeket a kérdéseket, valószínűleg, hogy abból a szakmából sokkal célzottabb lett volna a kérdésfeltevés, és a válasz is egyszerűbb lett volna. De hát nagyon köszönjük, és én Én az köszönöm Erdély Önöknek, és térén. én köszönöm a figyelmet, és jó erőt, egészséget kívánok mindenkibe. Vigyázzanak egymásra. Mi is ezt kívánjuk, elnök asszonynak. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.